A világon először teljesen ingyenes lett a tömegközlekedés a luxemburgi nagyhercegség egész területén. Ezek voltak az utolsó jegyek, amiket még meg kellett vásárolni. Ez jó nekünk fiataloknak, mondja ez a fiatal lány. Ez remek, de igazából ez nem ingyenes, hiszen megfizetjük az árát az adókban, teszi hozzá ez a másik fiatal ingázó. A nagyhercegség nem csak Európa, de a világ legzsúfoltabb országai közé tartozik. Az intézkedés célja, hogy minél inkább kiszorítsa az autókat a közlekedésből. Egy uniós felmérés szerint a luxemburgiak átlagosan évente 30 órát vesztegelnek forgalmi dugókban. Ez egy katasztrófa, meséli egy újabb ingázó. Szó szerint 20 percig állt egy helyben a buszunk, mindössze 200 méter a vonatállomástól. A városban egymásba érnek az építkezések. Jelenleg 300 kilométernyi kerékpárutat alakítanak ki, hogy még inkább ösztönözzék az ittenieket a bicikli használatára. A viteldíjak eltörlése itt Luxemburgban a közlekedési rendszer teljes átalakítása. Része, írja le a helyzetet az Euronews tudósítója. Ez a korszerű villamos például egy hálózat része, melyet 2017 végén fejeztek be, és melyet az elkövetkező 5 évben tovább bővítenek majd. A 620 ezres országban 215 ezeren járnak át dolgozni naponta autóval, Franciaországból, Németországból és Belgiumból. A kormány ezért 600 millió eurót fog költeni a vonathálózat bővítésére a szomszédos országokból érkező ingázók számára. 2028-ig pedig összesen majdnem 4 milliárd eurót fordít vasútfejlesztésre, de a közlekedési miniszter szerint még így is elkéstek a változással. Egészen mostanáig mindig azt hittük, hogy úgy tudjuk megoldani a problémát, ha még több utat, még szélesebb utakat építünk, hogy a legmagasabb szintű mobilitást biztosítsuk az autók számára, mondja a luxemburgi közlekedési miniszter. Rá kellett azonban jönnünk, hogy ez már nem lehetséges. Teljes paradigmaváltásra van szükség. Luxemburgban az egyfőre jutott GDP 102 ezer euró évente, ami az egyik legmagasabb a világon. 1000 lakosból 662-nek van autója, ami szintén a legmagasabb szám Európában. Nem kis feladattal néz tehát szembe az ország vezetése, amikor rá akarja venni az embereket, akik megengedhetik maguknak az autót, hogy mégis inkább válasszák a tömegközlekedést.